Karsai rózsa, cidrus minta, borsó virágocska, borsó virágocska. Én elmennék az utánba, ha szép lány volnék. Énekszótól volt hangos szerda délelőtt a megyeháza díszterme. Ott rendezték ugyanis a Tiszán innen Dunántúl országos népdaléneklési minősítő verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőjét. Az oktatási hivatal által szervezett verseny célja a tehetséggondozás, a gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, valamint a magyar népi kultúra megismertetése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása. Az iskolákban megtartott selejtezők után 15 intézmény, 82 diákja jutott be a megyei döntőbe. A megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a népi kultúra továbbörökítésének fontosságát. Annak a missziónak, annak a küldetésnek a részesek ezek a ragyogó szemű fiatalok, ami a hagyományok átörökítését jelenti, ami a népi kultúra továbbörökítését, élő hagyományá válását jelenti, az, hogy ne csak kottalapokon, ne csak internetes adathordozókon találkozunk ezekkel a páratlan kincsekkel, hanem minél több fiatalnak, minél több közösségnek, iskolai közösségnek, települési közösségnek az élő és aktív részesei legyenek a későbbiekben is ezek a éneklő fiatalok. Erre egy nagyon jó keretet ad ez a verseny, és hát ez nagy öröm számomra, hogy akár most itt a megyeházán is énekszótó hangos, csak ezek az ódon folyosók. A versenyen szóló ének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában mutathatták be tudásukat a résztvevők. A három kategóriából 36 kiemelt aranyfokozatot kapott produkció jutott tovább a május 19-én esedékes érdi országos döntőbe.